Elnézést, megszakadt megint, aztán most bementem a beállításokba ebbe a programba, és rájöttem, hogy valószínűleg miért. Mert van egy olyan, hogy a screen timeout, screen timeoutnál mi a fene, megáll a felvétel. Lényeg, most elvileg orvos voltam, tehát még ugye nem nyúltam hozzá az izéhez, a képernyőhöz ugye fél óra elteltével lekapcsolt, és akkor megszűnt a meleállt a fölött, és akkor még pofáztam itt utána. Lényeg, egyértelműen azt mondom, hogy itt nem. Tehát, hogy ezt nem. Ezt egyszerűen akármilyen formában, bármilyen formában. És azt is szeretnék mondani, most nagyon-nagyon durva dolog lesz, és megint csak erről beszéltem már korábban, hogy nem tudom én azt megállapítani, hogy azt, amit én ma azt érzem, hogy nekem tennem kell, azt nem tudom megmondani, hogy az másra is vonatkozik, vagy ez csak egyedül én rám vonatkozik. De, mint már említettem volt, tehát azt használták föl idáig ellenünk, hogy az elmúlt néhány években, hogy általában ezt szokják föl használni ellenünk, az, hogy neked van egy lakásod valahol, vagy egy házad, vagy valami tulajdonod, ingatlanod, ahol te élsz, és ezt ők tudják, hogy te hol élsz, és hogy ez rá van kötve mindenféle izére. Ugye? Tehát egyfelől hogyan tud a téged a rendszer úgymond megerőszakolni, és az akaratát rád kényszeríteni, és ez a változó, hogy hívják, tehát akkor csak gyorsan egy közbeszúrok, csak hogy ez a Richard Vobes féle showban is úgymond a vendégei elmondják azt, hogy honnan ered bármiféle jog, ugyan bármiféle rendelkezés, mit tudom én, és nagyon egyszerűen azt mondják, hogy addig, ha te úgy éled az életedet szabadon, úgy, hogy másoknak nem okozol kárt, akkor ezzel meg kellene elégednie úgy, ahogy van, és békén kellene téged hagynia bárkinek. Na most a másik dolog még, ami lehet hivatkozni, úgyhogy na ez egy jogalap, úgymond, vagy hogy ebből lehet építkezni, vagy erre lehet hivatkozni, az a szokás jog. Tehát, hogy vannak olyan helyek, hogy azt mondod, és ugye ez is egy, hogy mondjam, ez is egy valami olyasmi, hogy a Bibliában is megjelenik ez, hogy nem szokás nálunk ilyet vagy olyat csinálni. És vannak olyanok, ahol egy olyan szokás joga van egy ezének, hogy az idegeneket, akik odajönnek, rá kényszerítik ezeknek a szokásjogoknak a fölvételére, anélkül, hogy megadnák nekik a lehetőséget arra, hogy elhagyják azt a helyet. Na, ilyenkor van ez a Szodoma és Gomora féle történet, akkor van az, hogy az ilyen helyeket le lesznek radírozva a térképről. Viszont, hogyha egyszerűen olyan szokásjog van, hogy el lehet dönteni, hogy na, akkor te akarsz-e hozzánk csatlakozni, ha közöttünk akarsz élni, akkor ezeknek meg kell felelned, és hogyha ezt te vállalod, akkor ez így rendben van, akkor ez így kóser, akkor ennyi, akkor nincsen ezzel semmi probléma. Tehát hogyha olyan szokásjogokról beszélünk, ami tényleg csak egy szokás, és viszont a harmonikus együttélés érdekében ezt, hogy mindenki elfogadja magára nézve kötelezőnek, de ez nem ilyesmi, hogy már pedig, mit tudom én, értitek? Tehát ilyet, amit most ugye be akarnak vezetni, ez elfogadhatatlan minden szempontból. De most én szeretném mondani tehát, hogy mit kezdtem el mondani az imént éppen? Hogy nagyon fontos ugye megkülönböztetni a jogot, tehát a törvénykezéstől, tehát ugye az van, hogy a törvényalkotástól, tehát az, amit összeül néhány pöcs, akik le vannak fizetve mindenféle titkos társaságoknak, úgymond fogadtak ők hűséget, mint például Merkeli Béla, ugyebár, aki ott pózol, mint valamiféle ilyen szabadkőműves, ilyen, nem tudom, hogy nagymester, vagy mi a tököm ő éppenséggel, de az nyilvánvaló, hogy valamiféle titkos társaságnak egy magas szintű, hogy hívják, ja, prominense. Igen, és ott pózolnak ezek, és egy ilyen ember akarja meghatározni egy teljes magyar, hogy hívjáknak, az, hogy ki mit csináljon, és hogy milyen mérget kötelező jelleggel magába kell döfnie, vagy legalábbis mindenféle módon megzsarolják az embereket az ügyben kirúgással, meg én nem tudom micsoda, miközben ez az ember nem a Magyarország, tehát nem a magyar emberekhez a lojális, hanem egy titkos társasághoz, ugye, a nemzetek fölött álló titkos társasághoz, akkor azt mondjuk, gyerekek, hogy nem, ez egy hazaáruló is kész. Értitek? Ennyi. Na most, ez ennyi, és azt kell látni, hogy ezek a törvények, amiket így hasraütésszerűen hoznak ilyen emberek, érted? Hogy megvan, ki közül lehet választani. És miért van az, mondjátok meg nekem, hogy a Gödény Györgyről megmondta például a Vona Gábor, hogy esélyük sincs bekerülni a parlamentbe. Mert ők beszerettek volna kerülni a parlamentbe. Miért van ez? Tehát miért van az, hogy az a formáció, aki legrégebb óta úgymond ezt így világosan és nyilvánosan mondta, hogy nem, 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 és nem. Őnekik esélyük se volt bekerülni a parlamentbe. Ez miért van?
Most nem, érted? Én nem tudom, hogy hogy vannak, meg mint vannak ezek a háttérben, érted? Meg, hogy őszinte mondom, hogy nem tudom. De ez nagyon elgondolkodtató. Igen. Hogy a Trump is most mondott egy olyan beszédet, amiben megemlítette ezt a izét, de hát ez semmi más nem volt, hogy ezt megnéztem, mint a Robert Kennedy Jr.-nak a vitorlájából kifogni a szelet gyakorlatilag. Ugye? És ez is egy akkora képmutatás. Mind a mellett, hogy nyilvánvalóan, tehát a demokraták meg minden az, ami egészen elképesztő, hogy mennyire korruptak és szemetek. Szóval egészen elképesztő. És nyilvánvalóan sokkal jobb választás elvileg. De ugye a Trumpnak is volt néhány nagyon furcsa megnyilvánulása, ami azért. Például az, hogy a rendőrség tagjainak izét akar adni, ilyen teljesen ilyen, hogy hívják ott, ilyen mentelmi jogot, kvázi, nem is tudom mi. Tehát, hogy a rendőrök azt csinálnak, amit akarnak körülbelül, és nem lehetnek számon kérhetők. Nyilvánvalóan az amiatt, úgymond ez, amit a Black Lives Matter meg ilyenek csináltak, minden, hogy módszeresen utána mennek mindenféle izének, vélt vagy valós rendőri túlkapásnak, és akkor ugye erre adott válaszreakció, de hát a rendőri túlkapásokkal az a helyzet, hogy tele van így a világ mindenhol. Tehát amikor adsz egy ilyen paramilitáris, hogy hívjáknak, ezért, és nem meghat, és az állampolgárok nem tudják pontosan, hogy mik a jogaik velük szemben, és tényleg az van, hogy a bíróságok is rendkívül korruptak minden, akkor mi a fenére számítunk. Tehát itt tényleg az van, hogy csak a First Amendment, meg a Second Amendment, úgymond ezek arra mindenhova, mindenhol erre szükség lenne, úgymond ilyenekre. Tehát arra, hogy a szó tökélet totális szólásszabadság, tehát hogy azt mondasz, amit akarsz, úgy, ahogy van, mondhatsz bármit. Tehát, hogy szólásszabadság legyen, egy, kettő pedig az, hogy fegyverviselés ézé. Ha jól emlékszem, ez a sorrend. Igen. Tehát, hogy joga van. És ugye a fegyverviselés nem arról szól, hogy hanem arról szól, hogy az állampolgár meg tudja védeni magát az állami önkénnyel szemben. Pontosan ez az, amikor az állam gépezet, úgymond ellene fordul a saját állampolgárainak, úgymond. Erről szól ezé. Tehát amikor olyan önkénnyel lép fel, úgymond egy... Na mindegy, értitek ezt a problémát, értitek ezt az egészet talán. Én azt szeretném mondani, gyerekek, nagyon sokáig én megpróbáltam egy ilyen törvénytisztelő lenni meg minden, és abba gondolkodtam, hogy hát igen, ezeket a dolgokat mind be kell tartani, hogy adózás, meg én nem tudom micsoda, tehát mindenféle ilyesmi dolgot. De amikor az ember azt látja, hogy a rendszer tényleg kimutatja a fogafehérjét, és tényleg egyszerűen erre nincs más magyarázat. Hogyha a logikus magyarázatot keresünk arra, hogy mi történt itt az elmúlt néhány évben, akkor egyetlen egy logikus magyarázat van erre az, hogy népességcsökkentést akartak csinálni, és ez egy nemzetek fölött átívelő, előre megfontolt, előre lemodellezett, gyakorlatilag előre, igen, egy genocídium volt. Semmi más. Erre nem is, igen, talán ez a legjobb, nem is genocídium. Minek hívják között, amikor az egész világ, mert a genocídium az elvileg van csak egy etnikum. Igen, ha jól emlékszem, vagy valahogy így, talán. Igen. De nem lehet jó szó ez a genocídium, mert elvileg ugye az talán, ha jól sejtem, akkor ezért származik. Nem biztos. Nem akarok hülyeséget beszélni. De egy komplett generációt ki akartak iktatni, úgymond a izéből. Tehát olyan, amikor elszaporodik egy izé a vadgazdálkodásnál, és ugye vannak ilyen izék. Tehát most, ami Kenyában ugye használtak ilyen izét, tehát afrikai országokban ezt már megcsináltak, fejlődő országokban, nem csak Afrikában, fejlődő országokban, tehát olyan, igen, megcsináltak már ilyet többször. Hogy olyan ilyen hormont, meg ilyen kemikáliát raktak a izébe, az oltásokba, amelyek a kenyai történet pontosan erről szólt, hogy amelyeket egyébként a vadló szaporulatnak a féken tartására használtak az Egyesült Államokban. Tehát egy ilyen cuccot raktak bele, és egy olyan, talán tetanusz elleni oltás volt, ha jól emlékszem, tehát elvileg mindenkire ugyanakkor, amit tudom én, veszélyt jelentett volna ez a dolog, de mégis ugye föltűnt a helyi ilyen katolikus izéknek, akik ezt elhitték, úgymond, hogy a katolicizmus arról szól, hogy az életvédelme többek között, meg mit tudom én, mert ugye nem nagyon voltak magas szinten, úgymond, tehát ezek nem a Vatikánnak az emberei voltak, hanem csak úgy helyi katolikus izék, akik azt gondolták, hogy egy jó ügyet szolgálnak, és elhitték úgymond a hivatalos dogmáját az egésznek, ezek bevizsgáltatták a izét, és megtalálták ebben ezt a vegyületet. És
És utána aztán persze ment a kármentés, meg ment a magyarázkodás, meg és egészen elképesztően, úgymond hihetőnek tűnő, hogy hívják okat, ilyen firkálmányokat dobtak össze emberek, azután, hogy ezt hogy hívják, olyan, ezt az egészet úgymond dibánkolják, ezt az egész történetet, de hát ez már túl későn történt meg ahhoz, hogy, és ez annyira, úgy mondjam, eléggé egy ilyen, és nem csak ebben az országban történnek, hanem máshol is történtek ilyen izék, tehát nagyon, én az alapján teljesen nagyon erősen valószínűsíthető, hogy tényleg ez történt. Tehát tényleg ez történt, hogy bevizsgálták ezt azért, és olyat talált. Ja, és mert ugye olyan, mert termékenykorú nőket, hogy hívják, voltak vele. Tehát érdekes módon, tehát egy olyan oltással, ami mindenkinek ugyanolyan előnyös lett volna a hivatalos narratíva szerint, ehhez képest, tehát a nem is tudom, 13 évtől talán 40-valahány éves korig bezárólag ilyen nőket céloztak vele, és őnekik nyomták a propagandát, meg nagy oltassák be magukat. Mert ugye abból indultak, hogy ezek úgyis olyan hülyék, és nem fogják észrevenni. Ugye, de egy olyan oltással, aminek semmi köze nem volt elvileg a termékenységhez, meg semmi ilyesmilyen, tehát magyarul őnekik a termékenységüket szerették volna lecsökkenteni. Ugye? Értitek? Tehát... Értitek? Tehát... Talán emlékeztek, nem tudom ki mennyire emlékszik, hogy én meg akkor ott voltam, amikor a HG-be az Eli Wiesel ugye oda eljött, és ugye valaki megkérdezte tőle ott, hogy mi a megoldási javaslata izérevel kapcsolatban. Ugye az antiszemitizmussal, meg mit tudom én kapcsolatban, hogy hogyan kell föllépni a neonácizmussal szemben, stb. És egy nagyon-nagyon diplomatikus, de elég egyértelmű választ adott, ugye, mert előtte ugye mondott egy ilyet, hogy volt valami császár, nem tudom, kínai, vagy én nem tudom micsoda, aki a kezében tartott, de a háta, vagy a kezében talán a háta mögött tartott egy kis madarat, és megkérdezte azért, hogy ha ilyen bölcs vagy, akkor mondd meg nekem, hogy valami nagy bölcset megkérdezett, hogy él a kismadár a kezem, vagy halott. És én van úgy tartott, és egy kismadárról volt szó, hogy egy pillanat művel alatt eltörhette a nyakát, úgymond, és tehát magyarul bármit mondott volna a bölcs, ő be tudta volna bizonyítani, hogy a bölcsnek nincs igaza. Ugye? És ugye azt mondta erre a bölcs, hogy felség, a válasz a te kezedben van. Ugye? És ezt a választ adta, úgymond az Elie Wiesel, úgymond erre a kérdésre. Én is csak ennyit tudok itt mondani, a gyerekek, a válasz a ti kezetekben van. Tehát, értitek? Én azt mondom, hogy mindenki tegye meg azt, amit meg tud tenni, de annál semmivel se kevesebbet. És, de nem is többet. Tehát nem kell többet megtenni annál, amit te úgymond jó lelkiismerettel be tudsz vállalni. Csak ez akkor konzekvensen végig kell gondolni, hogy mi van, hogy van, stb. És nem kell beszélni róla másoknak, meg mit tudom én, te annyit tegyél meg, ami neked, ahogy hívjákod, amit a lelkiismereted diktál. És, de én azt mondom, hogy ez az a kategória, hogy itt véget ért bármiféle fajta izé. Itt nem lehet szép lelkűnek lenni ezek után. Tehát én is tényleg egy olyan ember voltam, hogy mindig azt mondtam, hogy próbáltam játékszabályok szerint játszani, de ugye az van, hogy amikor az embert olyan dolgok érik, és olyan tapasztalatokat szerez, amit, hogyha egy logikus, mert ugye mindig rációt keresünk, mindig ahhoz, hogy tudjunk úgymond a világhoz úgymond viszonyulni, és saját magunkat el tudjuk helyezni a világban ahhoz, úgymond meg kell egy rendező elvet keresni úgymond a világban, és kell egy rendező elvet keresni magunkban is, hogy mi az, amit akarunk, e közül mi az, ami jó, és mi az, ami nem árt másoknak, és mi az, ami jogos, mi az, ami nem jogos, stb. És egyáltalán, hogy viszonyulunk mi úgymond az államhoz, mint olyan, úgymond a nagy testvérhez kvázi, ugye? Ez sem normális, hogy nem szabadna így viszonyulnunk az államhoz. És ez is egy nagyon furcsa dolog, hogyha lenne egy uralkodó, tehát egy valódi, igazi uralkodó, tényleg aki egy király, minden egyes ország fölött, és lehetne a királyra fellebbezni egy kirívó, hogy hívják esetén, hogy azt mondani, hogy csak, és addig viszont minden egyes tárgyalás, minden zsűri előtt, vagy minek ez a grand, ez a jury, nem zsűri, minek hívják ezt az ilyet előtt történne, tudjátok, ez a ülnökök, bírósági talán, vagy hogy hívják ezeket magyarul, nem tudom, ez a jury. Trial by jury. Tehát, hogy az lenne, hogy lenne ott egy esküdszék, na. Tehát esküdszék előtt történne, tehát, hogy nem az volna, hogy egyetlen egy bíró mondja ki, attól függően, hogy megebédelte már vagy sem, hogy neked a sorsod az milyen irányba fog menni. Értitek? Tehát ez egy vicc, ez egy kabaré. Hanem az van, hogy egy rendesen
értitek, ez is egy nagyon fontos dolog, erősen Richard Wolbsnak az egyik vendége beszélt. Ha lenne egy ilyen, Pál apostol is megtette azt, hogy azt mondja, hogy a császárra appellálok. Mond. Igaz? És utána tanácskozott az ügyvédeivel, az izé, és az Agrippa, vagy hol emlékszem, és akkor azt mondta, hogy a császár appelláltál, a császár elé fogsz menni. Nem is az Agrippa volt, hanem talán a Félix, vagy nem tudom melyik volt. Már ott voltak mind a ketten, amennyire emlékszem. Tehát, hogyha lenne ilyen, de nincsen. Ugye, tehát nincsen ilyen. Tehát nincsen ilyen, hogy azt mondnád, hogy azért az uralkodóra appellálok. És ezeken az uralkodók is olyanok, hogyha ilyen kirívó disznóságot elkövetnek, mint, vagy ilyen, hogy hívják rá, sor kerül. Tehát most gondoltok bele, ez sem normális, hogy egy Orbán Viktor meg egy Magyar Péter között lehet választani. Tehát az egyiken az a probléma, hogy kiderült, hogy globalista érdekeket szolgál ki, és oltás fasiszta, majd jön az őt leváltani hivatott, hogy hívják, akiről kiderült, hogy úgy szintén globális érdekek kiszolgáló és oltás fasiszta valószínűleg. Tehát gyerekek, ez valahol egy vicc. Elfeledkeztünk arról, hogy mi történt itt az elmúlt 4 évben. Mi volt itt a legnagyobb botrány? Nem az a legnagyobb botrány, banyák, hogy az Orbán kormány korrupt. Nem ez a legnagyobb botrány. És még csak nem is az a legnagyobb, az mondjuk elég nagy botrány, hogy ez a pedofil ügy, meg mit tudom én. Tehát ez az tény. De ennem ebbe kellett volna nekik belebukni alapvetően, mert már korábban megtörtént ez az óriási nagy botrány, hogy az Orbán Viktor például azt mondta, hogy az oltatlanok is be kell látni előbb-utóbb, hogy ha nem oltják be magukat, akkor meghalnak. Hogyan? Miért? Miért is? Tehát ez most így konkrétan? Ugye nem véletlenül, hogy Bibliában az van megírva, hogy aki a fele barátját szereti, az a törvényt betöltötte. És ez a királyi törvény, ugye, hogy szeresd az uratat, és teljes szívedből, minden erődből, és szeresd embertársadat, mint önmagadat. Ettől a két törvénytől függ az összes a törvény és a proféták. Ugye Jakab meg ugye annyival leegyszerűsíti, hogy aki nem szereti az embertársát, aki lát, az hogyan szereteti Istent, akit nem lát. Tehát magyarul a törvény betöltése a fele barát szeretete. Aki a fele barátját szereti, a törvény betöltötte. Tehát a szereted az embertársadat, a törvény. Ha viszont az embertársadat te úgy tekintesz, hogy az nálad alávalóbb, és hogy te egy olyan klubba tartozol, hogy az embertársad az mehet a levesbe, ugye? Akkor onnantól fogva te nem vagy tekinthető embertársnak, tehát megszűnik az én kötelezettségem az ügyben, hogy téged egy embertársamnak tekintselek. Ugye Jézus is világosan tette, hogy különbség van az embertárs meg a nem embertárs között, ugyanis ha elmondta ezt a példázatot, ha jól emlékszem, példázat volt, ugye akit félholtra vernek ez a izé, és akkor az irgalmas szamaritánus, rá ez volt a kérdés, hogy melyik a fele, ki az én fele barátom? Erre volt válasz. Ugye, hogy ez az ember, ki volt annak a fele barátja? Ő volt a fele barátja egyedül. Az, aki úgy bánt vele, mint hogy szerette volna, hogy ővel is bánjanak. Amikor téged egy más valaki azért, mert ő egy szabadkönyves páholy tagja, vagy valamilyen oknál fogva őt magasabb rendűnek tartja, mint téged simán beleküld a halálba, értitek? Akkor az neked nem az embertársad, és megszűnt a vele kapcsolatos, az ő neki a szeretetének a rád nézve való kötelme. Egyszerűen ez megszűnt onnantól fogva. Tehát ez az ember onnantól fogva, hogy Pál apostol is mondja, minden ember ellenségévé vált, és gyakorlatilag bármiféle eszköz megengedhető vele szemben, hogyha ő a te életedre tör, vagy bárki másnak az életére tör. Különbség van, a Biblia nem azt mondja, hogy ne ölj, hanem azt mondja, hogy ne gyilkolj. És van olyan pont, amikor ugye az ember, és ugye a HPV vakcinák azok konkrétan a halálos vakcinák, ugye nem mindenki hal bele, van, aki csak bele megnyomorodik, és van, aki pedig terméketlenné válik, ugye ez ott a leggyakoribb mellékhatás Indiában, meg más egyébben fejlődő, Brazíliában volt még ilyen, láttam erről dokumentumfilmet, rendesen, hogy ott álltak a fiatal lányok, ilyen 14-5-6 éves lányok, és ott álltak sorban. És lehetett rajtuk látni, hogy nagyon szomorúak meg minden. És ugye ezeknek nem lehetett utána már gyereke. Azért, mert beoltották őket a Gardasil, a HPV, humán papillomavírus ellen elvileg védő azével. Értitek? Gyerekek, ez az egész, virológia úgy, ahogy van, egy átverés. Úgy, ahogy van. A virológiát azért találták ki, hogy lehessen vakcinákat fejleszteni. És ezzel folyamatosan hazudni lehessen, és terrorizálni lehessen az embereket, és meg lehessen őket betegíteni. Ez ennyire egyszerű. Erről szól a virológia. Mondom, tehát értitek, aki nem hiszi el, ne higgy el, de higgyétek el, hogy tudom, hogy miről beszélek. Nem foglalkoztam ezzel eleget. És de mondom, aki nem hiszi el, az meg nyugodtan járjon utána. Mondok néhány nevet. Tehát Dr. Sam Bailey, Y,
dr. Stefan Lanka, de hát ezt már elmondtam annyiszor, a dr. Tom Cohen, most már nem praktizál, de Cowan W-vel, és dr. Andrew, minek hívják, elnézést, már nem itt eszembe a neve, Kaufman, igen, akkor talán a két legfontosabb könyv ez ügyben, amit van nagyon sok könyv, ami általában foglalkozik ezzel, például a gyermekoltások veszélyével, de hogyha arról van szó, hogy a vakcinázás történelme és a konkrét adatok az ügyben, hogy a vakcinák eltüntettek-e bármiféle járványt vagy sem, meg a vakcinázásnak a jó kialakulás, úgymond a bevezetésének a jogi környezet, stb., meg az ellene való, hogy hívják, ellenállásnak úgymond a történet, stb., akkor ez ugyan a Dissolving Illusions, úgymond az a legjobb könyv. Ha viszont arról beszélünk, hogy egyáltalán ez a virológia, mint olyan, ez egy valós, létező valami, vagy pedig nem, akkor érdemes a Virus Mania, tehát egy vírusmánia, ez a könyvnek a címe, ezt a Thorsten Engelbrecht és a Sam Bailey írta, ha jól emlékszem, azt hiszem ők ketten írták, illetve van még egy Rahedli ilyen nagyon jó könyv, de mi volt még talán, ami érdekes lehet. Van egy ilyen könyv, az annak nem emlékszem a címére, valami is, vagy Pasteur, ez van benne, van, hogy Impostor, és nem tudom, még több ilyen szó. Tehát Pasteur, kötőjel, vagy kettős pont, és akkor föl van sorolva több ilyen, ez egy csaló, Impostor, meg Fraud, vagy valami ilyesmi. Tehát magyarul az egész úgynevezett germ theory, tehát az, hogy ott a levegőben mindenféle izék, amik állandóan meg akarnak bennünket támadni, és hogy kívülről jön belénk ez a rengeteg kórokoz, és ezek kívülről támadnak meg bennünket, és ezért ezekkel nekünk harcolni kell, antibiotikumokkal, meg oltásokkal, meg mindenféle más egyébben. Tehát ez az egész úgy, ahogy van, ez egy teljesen torz és fals, hogy hívják. Tehát olyan létezik, van olyan, hogy egy baktériumokat, például egy seb elfertőződik vagy mi, és akkor a szesszel például ki lehet mosni, ki lehet fertőtleníteni, vagy jóddal, vagy ilyesmi. Ilyen van, de ez ott akkor helyileg, úgymond ez történik, de el szeretném mondani, hogy a mi testünk az olyan, hogy az összes úgynevezett kórokozó, ez már benne van, és ezek nem kórokozók, ezeknek az a dolga általánosságban, hogy lebontsák az embert, amikor úgymond le kell bontani. És ezért nagyon fontos, hogy az ember ne tegye magát ki olyan, hogy hívjákoknak, ne bánjon úgymond a testével, sem úgy, mint környezeti, tehát külsőleg, se belsőleg ne traumatizálja saját magát, ezért nagyon-nagyon fontos, és akkor ezek nem fognak semmit sem lebontani benne, ugye? Tehát ugye emlékezzetek vissza, azt mondja, hogy Heródes is a férgektől emésztetvén meghalt, ugye? Tehát egyik pillanatban még nem volt benne sem, és következő pillanatban meg a férgek megették. Ugye? Most nem azt mondom, tehát pontosan ezek az úgynevezett ilyen férek hajtás, meg tudom, és szerintem ez nagyon fontos, tehát tényleg az, hogy az emberben amennyire csak lehet. Tehát vannak olyan dolgok, de a vírusok pont nem ilyenek egyébként. Tehát az emberben vannak egy úgynevezett good gut bacteria, tehát ez a úgynevezett microbiome, vagy mikrobiom, talán így mondják magyarul. Tehát az, hogy a bélrendszerünk az tele van, úgymond a gyomor után nyilván valamilyen gyomorban brutális, erős, ilyen savas közeg van, de utána a bélrendszerünkben tele van olyan baktériumokkal, aminek az a dolga, hogy egy fönntartsanak egy egyensúlyt, amelyikben az összes kaja minden gyönyörű szépen le van bontva, és az egész emésztőrendszerünknek egy olyan ideg rendszere van, úgymond erről olvastam még egy cikket, talán még pont a Hetekben, mert lehet, hogy nem ott volt, nem tudom, hogy ahhoz képest az agyi idegrendszerünk az kutyafüle. Értitek? Tehát, hogy az egész bélrendszerünknek egy sokkal komplexebb és sokkal meghatározóbb izéje van, gyakorlatilag idegrendszere, mint az agyunknak, és ez az idegrendszer az, amit az oltások tönkretesznek, és ezért alakul ki annyiféle, hogy hívják, mindenféle úgynevezett ilyen, hogy mondják az ilyet. Tehát az összes ilyen, érdekes módon, ugye az Andrew Wakefield, őnek is ez volt a legmegdöbbentőbb, amikor ezek az oltássérült szülőköt megkeresték, hogy azt találta, hogy ő a Crohn's disease-re specializálódott, tehát ami egy ilyen bélirritáció, és az autizmus között volt egy korreláció. És ugye nem is értette, hogy miért keresik meg, és ugye azt mondták neki, hogy nem csak autista a gyerekünk, hanem Crohn's disease-e is van.
Ugye? És akkor kezdett el kutatni, és akkor jutott ide, hogy hát basszus kulcs, ezt az MMA-rótás okozza. És ugye, de csak így fölvetette ennek a lehetőségét, és még azt is mondta a cikk végén, hogy ez. És mi, amikor elmentünk a kórházakba, meg mindenhova 2017-ben, akkor még az utolsó tényleg az volt, hogy még a takarítónők is tudták, hogy az Andrew Wakefield az egy fraud, és rögtön tudták, hogy nekik mit kell mondani. És mondom, ki ez az Andrew Wakefield, mondom, neki utána kell nézni. Na, és akkor kezdődött akkor a nyúlüregbe való leereszkedésem, vagy bebújásom. Tehát igen, tehát akkor kezdődött ez a jó kis tanulási folyamat. Ezt most jól elhúztam. Az a lényeg, gyerekek, hogy sokszor nincsen idő úgymond elmagyarázni. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy az ember ne hazudjon, sem magának, sem másnak. Mert nincs idő elmagyarázni, amikor már tényleg az van, hogy ott állunk, hogy na most akkor vagy te ölsz meg engem, vagy én ölek meg téged, akkor nincs sokszor már erre idő, hogy elmagyarázz, és ezért nagyon utálom, és azért nagyon gonosz dolog ez a cenzúra, meg ez a hazudozás, ezért gyűlölöm a hazugságot ennyire, mert a hazugságból következik ugye aztán az összes minden más. Tehát, hogyha a tényeket nem, tehát tényekkel kapcsolatban hazudunk, úgymond, akkor abból egy teljesen egy komplett álvilág fog fölállni, és akkor jönnek ilyen elmebetegek, elnézést, nem tudom, hogy fogalmazzak, vagy inkább úgy mondanám, hogy ilyen vallásos őrültek, akik elhiszik ezt a vakcina propagandát például. Hát most ezt jól elhúztam, de nem tudom őszintén, gyerekek, most lehet, hogy nem is fogok ezzel szórakozni, hogy fölhangosítsam, mert nem lesz annyi hely most itt talán a tárhelyen, de majd meglátom, mert most ez már harmadik részlet. Nem tudom. Az is lehet, hogy azt kellene csinálnom, hogy végighallgatom mindezt a hármat, és megpróbálom abból kisilabizálni magam számára, és ami egyáltalán egy többé-kevésbé konkrét, valamilyen szinten konkrét válasz, de nagyon nehéz erre konkrét választ adni, mert nem, tehát mindannyiunknak mások az eszköztárai, más eszköztára van, és ha például egy olyan valakivel beszélek, aki már egy börtönviselt ember, aki ismeri az innyét és az outját, úgymond ennek az egész világnak, a büntetés végrehajtásnak, meg tudja azt, hogy milyen maffia csoportosulások vannak Magyarországon, melyik rendőrt lehet lefizetni, melyik bírót lehet lefizetni, stb. Ismeri ezeket a dolgokat, az teljesen más, hogy fog ez az egész dologhoz hozzáállni, mint egy olyas valaki, aki mondjuk egy jogász, és ezért az ő, hogy hívják ki, az erre terjed ki, és teljesen megint más, hogy fog hozzáállni olyas valaki, aki egy egyszerű családapa, mondjuk. És én, igen, én a legtöbb reményt egyébként az ilyenekhez fűzöm, úgymond, akik ilyen egyszerűen, mert az apákban van az, hogy megvan általában az bennük az elhatározottság, meg minden, hogy. És ezért is nagyon fontos, drága hölgyek, hogy ne csináljátok ki a férjeteket, ha egy mód van, és hagyjátok meg azt, hogy az a gondviselő és az a védelmező legyen, ami neki természetéből fakad, és akkor meg föl tud állni, és meg tud benne. De hogyha ledaráljátok őt évtizedek alatt úgy, hogy a veletek való állandó vesződés és konfliktus és a minden akkor amikor az állam ellen föl kell neki állni, akkor már nem lesz erre energiája, mert ki lesz véreztetve. És ti pedig nem fogtok tudni, úgymond az állammal szemben úgy szembeszállni, ahogy egy férfi szembe tud. Mert egy férfi érzi azt, hogy mire megy ki a játék, és tudja azt, hogy egy megerőszakolásról lesz úgy nektek, ezzel viszont nincs problémátok, mert a férjeteket úgy már olyan régóta nem engeditek, hogy hozzátok nyújjon, hogy már arra vágytok, hogy valaki megerőszakoljon, tök mindegy, hogy ki lesz az, és hogyha az állam teszi meg, akkor legyen az az állam. Tehát ezért szeretném azt mondani, hogy tudom, hogy nagyon sok olyan férfi is van, meg minden, és nagyon el van cseszve, úgymond az egész nyugati társadalom ebből a szempontból, mert ugye a férfiakból kiölik azt, amit férfit férfivá tesz, a nőket meg belerakják egy olyan keretrendszerbe, ahol elveszítik a nőiességüket, tehát a munkahelyre gondolok, mint olyan. Ugye ezért is nagyon akkor lelövöm a poént, tehát az a könyv, amit annak idén a feleségemnek mondtam, hogy ezt a könyvet elolvassa, akkor összeházas, akkor, tehát ez a feltétele, hogy házasak, de az a cím, hogy The Flip Side of Feminism, Susan Wenker írta, sima V-vel, tehát Wenker, tehát Susan Wenker, ő amúgy katolikus egyébként, de ez egy iszonyatosan jó könyv, és egyszerűen rendkívül életszagú, életszerű és korrekt, és józan módon gyakorlatilag, ja, és hát történelmileg is levezeti azt, hogy mi a probléma a feminizmussal. És hogy ez egy gyakorlatilag, ez egy államilag, hogy mondjam, támogatott
ideológia volt, amit a... Na mindegy, nem akarom lerőni a point, érdemes elolvasni. The flip side of feminism, tehát az, a feminizmus másik oldala, vagy, ilyen, vagy árnyoldala, így lehetne talán lefordítani. Hú, lehet, hogy nem kéne ezt tovább húznom. Azt kell mondanom, tehát, hogy erre semmiféle joga nincsen az ének. Egyszerűen nincsen. Ugyanúgy, ahogy annak idején nem volt joga például az államnak azt mondani, hogy, hogy a zsidók hordjanak sárga csillagot. Ez ugyanolyan kategória, és lehet, hogy erre még érdemes is hivatkozni, mert általában ez egy nagyon érzékeny téma, és hogy ezt így az ember megmondja, hogy ez egy Mengele. Ez doktor Mengele. Tehát ez az auschwitzi szűrővizsgálat. Értitek? Nem, nincsen joga. A haláltáborokban is ott virítottak a fehér köpenyes náci orvosok. És most is ugyanilyen náci orvosok között lakunk. Ez a Boldogkői Zsolt, az is ilyen volt, a Zaher Gábor is ilyen volt, a Györfi Pál is ilyen volt, a Merkeli Béla is ilyen. Ezek náci orvosok. Ezek ugyanolyan náci orvosok voltak, és most, és ezek megérdemlik a legsúlyt. Azt nem mondom, hogy végre kell feltenni rajtuk hajtani, mert lehet, hogy meg fogják bánni, és hogy megpróbálják úgymond magukat, hogy mondjam. Megy még? Most nem látom, pillanat. Megy még, vagy nem? Megy még, akkor jó van, úgy látom, megy még. Tehát lehet, hogy megpróbálják magukat ugyanúgy izélni, ugyanúgy így, tudod, ilyen, tudjátok, a redeem themselves, tehát megpróbálják úgymond helyre tenni és jóvá tenni azt, amit csináltak, de most jelenleg állapot szerint ezek az emberek kötelet érdemelnének mindegyik. Tehát mindegyik Orbán Viktorral együtt, mindegyik. Nem azt mondom, hogy ezt kell tenni, de ahogy mondjam, morálisan, erkölcsi alapon mindegyik olyan ember, aki ezt az egész oltást, hogy hívják, hogy nyomta, az kötelet érdemel. Így, ahogy mondom. Nem golyót, kötelet. Nem azt mondom, hogy ezt végre kell hajtani, mert mondom, tehát nem mi vagyunk a izék, legalábbis én semmiképpen sem, de ami itt történt, és ebbe beleértem a hídgyülekezetének mindazokat, a vezetőit is, és nem keresztény alapon, nem azért, hanem emberi alapon. Itt az történt, hogy egy genocidiumban ők, a Borbély Józsefet beleértem úgy szintén, és mindazokat, akik ezt nyomták. Mindazokat, Lukács Andrást sajnálatos módon, és nem azért, mert keresztény alapon megbuktak, hanem azért, mert emberileg buktak meg. Emberi alapon buktak meg ezek az emberek, és nem azt mondom, hogy ezt végre kell hajtani, meg minden, mert nem, én ezt még nem gondoltam végig, de én azt mondanám, tehát úgy mondjam, tehát morális értelemben véve ez van. Tehát ők jelenleg, amíg ezt nyilvánosan minimum nem bánták meg, ezek az emberek, ezek nem hogy keresztényileg, de emberileg, ezek teljesen elbukott emberek, és ez egy genocidiumban való, úgymond részvétel volt az ő részükről, akkor is, ha csak ilyen módon. Tehát ugye megvan írva az, hogy nem a Bibliában, de hogy bűnösök közt cinkosak ki néma. Ugye? És itt nem az, hogy némaság volt, hanem ezek az emberek aktívan, hogy hívják az embereket arra, kapacitálták, hogy meg megfélemlítették, meg zsarolták, meg mit tudom én, hogy ezzel a méreg, hogy hívják a oltság meg magukat. Tudjátok, hogy hány ilyen történet volt? Hányan én is hozzám is jön be, imakérések, meg mit tudom, imádkozunk ezért, sajnos így mondják, hogy nem tudtam megállítani őket, nem tudtam megakadályozni őket. Imádkozz kérlek a gyerekemért, meg mit tudom én, mert beoltották magukat, ő is és a feleséges. Imádkozzatok ezért, meg azért, mert hármat kapott, négyet kapott, mit tudom én. Értitek? Tehát elképesztő. És mondja bárki azt, hogy én nem tettem meg mindent az ügyben, hogy szólja. Értitek? De itt vagyunk. Na jó. Tehát annyit mondok, hogy gyerekek, ez... A tömeggyilkosság az tömeggyilkosság, akármilyen tudományos izének a nevében történik. Akármilyen izével öntik le, generál szószal, akármilyen szósalátával veszik körbe. Ez akkor is. Tömeggyilkosság az akkor is tömeggyilkosság. Tehát ez. Jó, tehát mondom, ezeknek az embereknek pedig csak azért, hogy ne legyen ez ügyben senkinek sem, úgymond kétség, vagy ne értse félre, amit mondtam, tehát mindezeknek az embereknek, akiket megemlítettem, a Merkelitől elkezdve egészen a legutolsó az országos mentőszolgálatnak a vezetőjéig, meg mit tudom én, tudjátok mi a dolgotok, ki kell állni ugyanúgy a nyilvánosság el, és be kell vallani, hogy mit csináltatok. És akkor volt annyi vér a pucátokban, és olyan bátor és fasz, hogy elnézést gyerekek voltatok, hogy ezt így megcsináltátok, akkor most is legyetek azok, és valljátok be, és kérjetek nyilvánosan bocsánat, és akkor a köz majd eldönt, hogy ad-e nektek még egy esélyt.
De lehet, hogyha most ez, beálltok ebbe a dologba, és innentől fogva ugyanúgy fogtok küzdeni, úgymond a jó oldalon, mint hogy idáig toltátok megalkuvásból, vagy nem tudom, hogy butaságból, vagy nem tudom miből, vagy pénzszeretetből, úgymond a gonoszságnak a szekerét, ha most ugyanígy fogjátok a jó oldal mellett harcolni, akkor még az is lehet, hogy meg fog nektek bocsátani úgymond a közvélemény. És ami még fontosabb, az univerzum, az örökkévaló bíró, az igaz bíró. Na, hát akkor talán én most így ennyit.